komoly kihívás előtt állunk, ugyanis egy igen koros megyfa alatt tartózkodunk most Kostka Ernővel, amit hát, mint lehet látni, azért elég rendesen vissza kell majd metszeni, de hát ez nekünk nem jelent akadályt. Nem, sőt, én azt gondolom, hogy egy nagyon egészséges, több tíz éves, kb. 25-30 éves megyfa alatt állunk tulajdonképpen. Viszont nagyon jó példa arra, hogy a megyfák, amikor túlnőnek minket, akkor mit kell vele csinálni. A koronaformán lehet látni, hogy korábban ez egy központi tengelyes, sudaras koronaforma volt. Ezt egy pár évvel ezelőtt kifűrészelték, ezáltal egy nyitott koronaformát próbálunk a további években művelni. Ezt miért tették egyébként? Miért változtatták? Valószínűleg azért, mert már a fa belsejében nem volt fény és termés sem. Tehát nem alakultak ki termő részek, tehát okafogyottá vált a központi tengely. Valószínűleg el sem érhették már a tetejét a fának. Tehát egy nyitott koronaformára tértünk át, viszont a fa elkezdett belül újra kialakítani befelé növő ágakat, amelyek most már nagyon megerősödtek, tehát mindenféleképpen ezeket ki kell ritkítanunk ahhoz, hogy a fény bejusson. Ez az egyik tünet. A másik tünet, hogy a vázágak száma egy kicsit sok, ugyanis olyan erősek ezek a vázágak, ha ide nézünk, itt például ez a kettő egymást leárnyékolja, tehát mindenféleképpen egy-egy vázágat is majd ritkítanunk kell, hogy megfelelő fény, levegő és természetesen a permetszer is be tudjon jutni a koronába. Illetve azt látjuk, hogy a metszést az főleg az elmúlt években a felső részekre és a belső részekre koncentrálták, és nem foglalkoztak a klasszikus megy problémával. Itt mutatom, ugye a cigány megynél jellemző, és nagyon sok megyfánál, hogy így elszomorúsodik. Elszomorodik szegény. Elszomorodik, ha már szomorom vagyunk. Igen. Na de hogy miért történik az? Azért, mert ugye az első évben a vessző a meglévő virágrügyei miatt elindul lefelé, ugye a súlyától elindul lefelé, tehát lehajlik. Ha az nem történik annak a vesszőnek a visszavágása, akkor nézzük, ez volt az első év. Nem történt meg a visszahajtása, következő évben megint nő, de ugye a súlya miatt megint lejjebb kerülünk, következő évben megint, és következő évben. Tehát ez az ág, tulajdonképpen, mert ez már négy éves ág, amelynek a vége ez egy éves vessző. Ugye láthatjuk, hogy első év, második év, harmadik év, negyedik év. Tulajdonképpen a négy év növekménye az lefelé történt. Ilyenkor nincs mit tenni, egyébként nem egy bonyolult dolog. Egyébként nagyon sok meggyes termel itt nagyon szép gyümölcsöt, de értelemszerűen ezeket az úgynevezett lelógó termő részeket föl kell ifjítani, kell keresni egy elágazást, és tulajdonképpen 3 évet ifítunk a termőrészen. De ha már itt vagyunk, hogy termőrész, mint terem a megy, a termő nyársakon ezek az 1-2 cm-es nyársak, amelyek virágrügyben végződnek, és az oldalán is virágrügyek vannak, illetve magában a termő vesszőn is vannak virágrügyek. Lehet látni most sokkal kis dundoribb rügyek a termőrügyek, mint a hajtórügyek. Induljunk meg, nézzük meg a fát. Sok a vázága, egymást árnyékolják, tulajdonképpen el kell döntenünk, hogy ezek a vázágok közül melyikre nincs szükség. Én már ugye messziről láttam, hogy ez a két vázág konkurálja egymást. Gyorsan és hatékonyan szeretnénk a fényt és a vegyszert bejutatni a koronába, akkor szükségeltetik egy ilyen koronaritkító vázág levágása. Tehát esztőből lekapjuk. Igen, igen. Értelemszerűen először alulról befűrészelünk, hogy ne hasadjon le az ág. Az előbb levágtunk egy komoly méretű vázágat, ezáltal a korona szellősebbé vált, de látjuk, hogy itt a fa tetejében, a fa belsejében befelé törekvő gallyak vannak, úgyhogy ezektől is meg kell szabadulnunk, hogy a fény bejusson, hisz látod, ezek a korábbi vízhajtások most már komoly árnyékolást képeznek az alsó részekre, úgyhogy itt el kell a segítség, nem tudom, fűrészelést vállalsz-e? Hát akkor pont amiben kapaszkodsz, ugye az abszolút befelé növő több éves rész, úgyhogy azt mindenféleképpen akkor légy szíves, vág le. Vigyázz, nagyon éles, jó? Én meg addig ezt az oldalt megmetszem. We'll be right back.
tehát kifőrészeltük a befelé növő vastag termőrészeket, viszont még nagyon-nagyon erőteljes fölfelé növő vesszők is vannak, amelyeket ki kell ritkítanunk, vagy teljesen többből kiváltanunk. Ugye itt van ez a négy, azt légy szíves, azt onnan kap ki, és helyette inkább hagyjunk vékonyabb termőrészek, könnyebben betartható, azt a hármat is még légy szíves. Szuper! És hát ugyanezt fogom én is csinálni ezen az oldalon, úgymond visszaritkítjuk a termőrészeket, a befelé növőket kivágjuk, nagyon fölfelé törekvőket pedig elirányítjuk kifelé. Ahogy szokták mondani, ha egy üzlet egyszer beindul, ugye, ha mi fűrészt veszünk a kezünkben, akkor ott hullik a forgács, úgyhogy rendesen megtisztítottuk ezt a megyfát, de így is kell csinálni, nem? Talán egy kicsit erős lett ez a meccés fűrészel, és főleg úgy, hogy ketten is végeztük, de ne felejtsük el, hogy muszáj volt vázágat is levágnunk, ezáltal már ritkább lett a korona, és a befelé növő erős ágakat is eltávolítottuk, és ugye felfedeztük, hogy több éves letermett részek vannak, amelyeket megpróbáltunk visszaifítani, vagy tőből eltávolítani. Biztos, hogy jövőre erőteljes vízhajtás növekedés lesz, vagy hát pontosabban az idén, azt majd megválogatjuk, de azt gondolom, hogy most egy hosszú távú koronakialakítás első lépését megtettük, mostantól kezdve már csak a kisollóval és a kis karosollóval tudjuk fönntartani a fát. Az idén lehet, hogy picivel kevesebb termés lesz, viszont sokkal nagyobb és szebb gyümölcsök várhatóak. És jövőre már csak kicsit fazonírozni kell, a fruffuját kell csak egy kicsit nyírogatni, ugye? Így van. Köszönöm szépen a segítséget. Én meg köszönöm szépen a tanítást, reméljük, hogy ti is okultatok belőle. Ha igen, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, és ha szeretnétek még Ernőtől sokat tanulni, akkor pedig kattintsatok ide. Sziasztok!